Miskolc város ünnepét minden évben május 11-én tartják. 115 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon kapott városi rangot a település. A jeles évforduló alkalmából számos programmal készül az önkormányzat. Köszöntöm a stúdióban Verespál polgármestert, jó estét kívánok köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét kívánok örömmel jöttem! Idén az ünneplés egyik legfontosabb része az ünnepi közgyűlés, ahol azokat a miskolciakat, illetve Miskolchoz kötődő embereket díjazzák, akik sokat tettek a városért. Hogyan alakul ki az ő névsoruk? Valóban ez a csúcspontja a hétvégének, mert most úgy alakult, hogy 11. -e szombat, így péntektől vasárnapig várjuk programokkal a miskolciakat. Meghirdetjük azokat a díjakat, amelyeket hát a közgyűlés évekkel ezelőtt elfogadott és a miskolci lakosok, közösségek, egyének, intézmények tehetnek javaslatot. A javaslatokból pedig egy 18 fős kuratórium dönti el azt, hogy kik lesznek a díjazottak, egy szavazással, egy előzetes véleménykéréssel, és így alakul ki aztán végül is a díjazottak hosszú névsora. Hál' Istennek jó hosszú a névsor, hiszen én azt gondolom, hogy ennek az ünnepnek pont ez a lényege, hogy egyrészt ünnepeljük a várost, örüljünk az értékeinknek és köszönjük meg mindazoknak a munkát, akik ennek a városnak a szépítéséért, építéséért tettek. Milyen díjakat osztanak majd ki? Természetesen a fő díj, ha lehet ilyet mondani, a díszpolgár. Itt két személy kapja a díszpolgári címet, a következő pedig a prourbe amit hárman kapnak és ezen kívül természetesen a közélet, a tudományos élet, a zenei élet, a sport különböző területen, illetve nívódiakat is osztunk az előző év kiemelkedő teljesítményeiért. Polgármester úr, miért tartja fontosnak, hogy elismerjék ezeket az embereket, akik tényleg öregbítik, viszik tovább Miskolc hírnevét? Én azt gondolom, hogy a mai magyar közéletben Mintha nem figyelnénk oda azokra, akik igazán tenni akarnak, és talán azt is elmondhatom, hogy egyre kevesebben vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy közösség, egy város életében az, hogy, hogy találjuk meg azokat az embereket, akik mégis áldoznak szabadidejüből, tudásukból, energiájukból azért, hogy a közösségért, a városért dolgozzanak. Ez fontos egyrészt számunkra is, hogy rácsodálkozzunk és elismerjük azokat a teljesítményeket, amelyek itt vannak körülöttünk, de sokszor nem figyelünk rájuk. Másrészt pedig ezeknek az embereknek tudjunk olyan elismerést nyújtani, ami talán inspiráló lehet további munkára számukra, illetve a másoknak is inspiráló lehet, hogy érdemes tenni ezért a városért. A díszközgyűlés mellett hát egy egész ünnepi hétvége lesz, ugye a pénteken, szombaton és vasárnap is lesznek programok. Miért tartja fontosnak az önkormányzat, hogy ennyire nagyszabásúan megünnepeljék ezt az eseményt? én azt gondolom, hogy mindenképp szüksége van az ünnepekre. Valahogy a hetedik napból, ahogy Mára írja, meg kell állni egy pillanatra, vissza kell tekinteni, örülni kell annak, ami bennünket pozitív módon körbevesz, örülni kell arra, annak, amilyen értékeket teremtettek polgáraink, és amilyen értékek teremtődtek itt a városban. Nagyon fontos az ebben a nagyon furcsa gondolkodású és mentalitású világban, ahol sokszor az a igazi hír, hogyha katasztrófa van, valami negatívum van, ha vér folyik. Sokkal fontosabb lenne, hogy oda fókuszáljunk, hogy akár az apróbb, de leginkább a nagyobb sikereket bemutassuk a miskolciaknak, és örüljünk neki együtt. Ez a város fantasztikus egyrészt a épített környezetével, másrészt a természeti környezetével, de sokszor elmondtam már, hogy igazán attól erős az a város, hogy erősek a közösségei. És a közösségeknek vannak meghatározó alakjai, akik ezeket a közösségeket összefogják, és tesznek ezekért a közösségekért. Ha sok ilyen erős közössége van egy városnak, akkor erős lesz a város is. És nagyon fontos lenne az, hogy itt összefogjon végre ez a város minden tekintetben, azért, hogy még tovább fejlődjön, még szebbé váljon. Én éppen ezért tartottam azt fontosnak, hogy Külön felhívjam a figyelmet egyrészt a közgyűlésen, meg több nyilatkozatomban is már most, hogy fogjunk össze és merjünk együtt ünnepelni, merjünk együtt örülni ennek a városnak. Nem véletlen, hogy ugye hogy beregisztrálták most a új polgármester jelölteket, akik majd követnek valamelyikük abban a székben, amiben most jelen pillanatban én még ülök, és én azt tartottam fontosnak, hogy meghívom őket az ünnepi közgyűlésre, hogy ezzel is mutassam, hogy itt szükség van az összefogásra, és legyen számukra példa az, hogy, hogy itt az összefogásnak micsoda ereje van. Úgyhogy én kérek is mindenkit, hogy ünnepeljen velünk, legyen ott az ünnepi közgyűlésen, legyen ott az ünnepi programokon. Én azt gondolom, hogy megint egy olyan színes programcsomagot sikerült összeállítani erre a hétvégére, hogy minden korosztály, minden érdeklődő számára nyújtanak különleges attrakciókat. Igen, ha már több helyszín, illetve lesznek pódium, előadások, koncertek, fiatalok, időseknek szóló esemény, tehát akkor lehet azt mondani, hogy minden korosztálynak szól a Napja. Én bízom benne, hogy ezt mindenki megtalálja majd a, a száma a legérdekesebbet. És nagyon fontos az, hogy a fiatalok számára, a kisgyerekes családok számára nyújtsunk lehetőséget arra, hogy, hogy együtt ünnepelhessünk, de a igényesebb szórakozást kedvelőknek, a könnyedebb szórakozást kedvelőknek is meg lesz a lehetőség itt a városban, hogy, hogy megtalálják a leginkább megfelelő szórakozási lehetőséget. És én a legfontosabbnak azt gondolom, mint az előző fesztiváljaink során is, hogy együtt van a város. Találkozunk emberekkel, beszélgethetünk velük, együtt örülhetünk, és látjuk az értékeket, elismerjük az értékeket. És legyünk már büszkék erre a városra, legyünk büszkék egymásra, ismerjük el egymás teljesítményét. Én azt mondom mindig, hogy nem, a, nem követelhetünk meg mindenkitől azt, hogy szeresse a másikat. Ha azt elérjük, hogy nyitott legyen a másik irány, hogy képes legyen meghallgatni a másikat, legyen képes elismerni a másik teljesítményét, akkor ezzel már mindent megtettünk. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úrnak a beszélgetést. A város napi részletes programokat a minap.hu-n is megtalálhatják.